Folytatódik a Térfél, a Régió Plusz televízió és a Gödöllői Hírek magazin műsora a sportról, Gödöllő sportjáról, illetve a környező települések sportjáról. 13. adásunk második részében a Babatvölgyi Lovasközpontról fogunk beszélgetni. Köszöntöm a stúdióban Molnár Árpád urat, aki a GAK Nonprofit Közhasznú Kft. Termelési igazgatója, illetve Vágó Tímát, aki a Babatvölgyi Lovasközpont lovárdának vezetője, ha minden igaz, lovasedző is vagy, és lovas túra vezető is vagy. Árpi, tőled szeretném elsősorban kérdezni, hogy ugye a GAK, ez egy gödöllői gazdasági társaság. És a GAK égisz alatt működik ez az egész Babatvölgyi Lovasközpont. Ha erről mondanál néhány szót, hogy ez hogy történik, hogy alakult ki, illetve mit kell tudni a létesítményről. A Babatvölgyi Lovasközpont a Szent István Egyetem Babatvölgyi tanüzemének a szerves része. Ezt a tanüzemet ezt a GAK Nonprofit Közhasznú Kft. Üzemelteti. Elsősorban gyakorlati oktatási céllal működik a tanüzem. Bocsáss meg, ez a gyakorlati oktatás az egyetemi hallgatóknak szóló? Így van, így van. Igen. Az egyetemi hallgatóknak. Hát többféle tevékenységünk van a tanüzemen belül, haszonállattartás, növénytermesztési tevékenységünk is van, és ezen kívül van még egy lovarda, ami gyakorlatilag a tanüzem területén helyezkedik el. Hát ebben a lovardában foglalkozunk lovaknak a bértartásával, vannak saját lovaink, és járnak hozzánk lovasok, gyerekek, felnőttek, akik lovas szolgáltatást vesznek igénybe. Ennek a lovas szolgáltatási tevékenységnek a koordinációja a kedves kolléganőmnek a feladata. Egy óriási hibámat szeretném helyrehozni. Körünkben van Málna kutya is, igen. A kutyád, akit nem köszöntöttem az adással, én ezt most megteszem. Elég jól érzi magát, ahogy igen, látom. Hát ő teljesen véletlenül keveredett ide a stúdióba. Elhoztam magammal, mert általában szoktam vinni napközben is. Hát nekem nincsen cicám. De őkin van Babatvölgyben is? Hát napközben hozom, viszem magammal. Egyébként hivatalosan vadászkutya lenne, vagy majd lesz egyszer valamikor belőle. Jó, akkor térjünk át, hogy feladod a labdát tulajdonképpen a kolléganődnek, vagy sport szempontból gyakorlatilag mit jelent ez a lovas központ ott kint Babatvölgyben? Hát ez annyit jelent, hogy van lehetőség lovaglásra, tehát a kezdőtől a haladó szintig foglalkozunk lovasoktatással, illetve edzéssel, a kezdőtől egészen a versenysportig. Tehát kezdő csak gyerek lehet, vagy nem, idősebb korban is el lehet kezdeni? Természetesen ezt. Ez nem korfüggő, tehát bármilyen korban megtanulható a lovaglás, csak természetesen a gyerekeknek a testalkata véget is, meg a koruknál fogva is fogékonyabbak erre a dologra, de nem korfüggő, tehát bármilyen korban megtanulható, csak ritmusérzék, egyensúlyérzék szükséges hozzá. És a lovaglás ez mit jelent egészen pontosan? Tehát ha a verseny szempontjából nézzük, ugye többféle lovasport létezik, ez díjugratás is lehet akár? Igen, tehát az már egy magasabb szintje. A díjugratásnak a díjlovaglás az alapja, és azokra a versenyekre, amikre mi felkészítjük a gyerekeket, ezek szabadidőlovas versenyek, és egészen a futószáros versennyel kezdődnek. Ugye a kezdőket futószáron oktatjuk, nem engedjük őket szabadon lovagolni, pontosan azért, hogy ne kelljen a lónak az irányításával, meg a hajtásával foglalkozniuk, hanem csak arra tud figyelni, hogy harmonikusan együtt tudjon mozogni a lóval, tehát tudja követni a derekával a mozgását, mind a három alapjármódban, ezek ugye a lépés, az ügetés és a vágta, és hogyha ezt meg tudja már tenni kapaszkodás nélkül, akkor foghatja a kezébe a szárat, és ugye futószáron föl tudjuk mérni, hogy ki milyen szinten van, úgynevezett futószáros ülésversennyel, amikor azt pontozzák a bírók, hogy ül egyensúlyban a lovas a lovon, mennyire tudja követni a mozgását, illetve hogy szabályosan tartja a kezét, a lábát, tehát hogy megfelelő helyen vannak-e a testrészei. Tehát ez az első szint, amin
tudjuk indítani a gyerekeket. Itt ugye nem kell egyedül menniük, tehát az oktató fogja gyakorlatilag futószáron a lovat. És a következő szint az a díjlovaglás és az ügyességi verseny, ahol már önállóan mennek, tehát ott már önállóan tudniuk kell a lovat hajtani és irányítani. Ennek is több szintje van. Vannak különböző ügetős programok, ahol még nem kell vágtázni, ezért oda még a kisebb gyerekeket, illetve a kezdőket is el tudjuk indítani, és utána jönnek a nehezebb vágtásprogramok. Az ügyességi verseny az meg, hát ott is különböző irányítási gyakorlatok vannak, tehát például szlalom, meg rudak között kell átmenni, tehát ott már elég jól kell tudniuk koordinálni a lovat. Tehát ott a tempót, az ütemet is kell tudni befolyásolni, meg az irányt is önállóan, és ott is különböző szintek vannak. Van olyan, ahol csak ügetni lehet, meg van olyan, ahol lehet vágtázni, és az már ugye az ügyesebbeknek van. De hát gyakorlatilag akkor itt arról nincs szó jelen pillanatban, vagy nem tudom, akkor lehet, én értelmezem rosszul, hogy komolyabb versenyeztetés folyjon. Itt inkább az alapokat lehet elsajátítani, és bizonyos szintig eljutni, aztán ha valaki tehetséges, és megteheti esetleg anyagilag, hogy van lova, akkor tovább léphet. Igen, tehát a lovas iskolába ez többnyire hobbi lovaglás, tehát egészséges életmódra nevel gyakorlatilag, tehát egészségtudatos magatartásra neveli a gyerekeket, meg ugye kint történik a szabadban, tehát már az is jó, hogyha hetente kétszer legalább mozog a gyerek, és kint van a friss levegő, és olyan izomcsoportokat mozgat meg a lovaglás, amit más sportok nem nagyon, tehát eléggé specifikus. És hát nyilván, aki eljut bizonyos szintre, onnan tehát tovább lehet lépni a díjugratásra, tehát azzal is foglalkozunk, tehát ha valaki éppen ugratni szeretne, akkor azt is meg lehet tanulni nálunk, de az már elég stabil ülés kell, illetve általában a tereplovaglásig szeretnek eljutni az emberek, mert ugye, ha kimegyünk az erdőbe lovagolni, azért annak elég jó hangulata van, tehát erre majd egy picit később visszatérünk, hogy hogyan működik ez a gyakorlatban. Árpi, tőled azt szeretném kérdezni, hogy te ugye egyben önkormányzati képviselés vagy Gödöllön. És ugye a Gödöllő városának is létezik sporttal kapcsolatos elképzelése, koncepciója, sőt, ha minden igaz, ez most meg fog újulni. És ráadásul ilyen szempontból még kedvező irányba újulhat meg, hiszen szeretnék a szabadidős sportra inkább kiterjeszteni a támogatási rendszert. Összeköthető-e szerinted, vagy van arra lehetőség, hogy összeköthető mondjuk ez a hobbi lovaglás, szabadidős sport tevékenység, főleg a kicsiknek, tehát utánpótlás szinten, a város és a Babatvölgy között? Hát én szerintem azt tudjuk, hogy az iskolai lovasoktatás az most kiemelten támogatott, akár a testnevelési órák keretén belül történő lovasoktatás. Ez mindenképpen hasznos, már csak azért is gondolom, hogy hasznos, mert a hagyományos tornaórai tevékenységektől egy kicsit eltér, ez egy kis pluszt jelent. De ugyanakkor költséges is gondolom valamilyen szín, vagy nehezebben szervezhető, nem? Azokon a településeken, ahol ez működik, én úgy tudom, hogy meg lehet oldani. Jó, de ezt most úgy mondtad, hogy azokon a településeken, és ahol működik, meg lehet oldani. Gödöllön nem lehet megoldani? Hát itt talán esetleg lehet, hogy nem eléggé preferált maga a lovasport, ez még változhat. Azt megjegyzem, hogy a Gödöllői Lovasport Egyesülettel egyébként elég jó a kapcsolatunk. Most október végén együtt szerveztünk is egy vadászlovaglást, Hubertus vadászlovaglást Babaton. Nem, én nem tartom kizártnak azt, hogy esetleg egy kis... Tesztek ezért lépéseket, hogy bemenjetek Gödöllői vagy a környező települések iskoláiba esetleg, és népszerűsítsétek ezt a lehetőséget? Én azt gondolom, hogy erről a kolléganőmmel hosszasan beszéltünk az utóbbi időben, és mindenképpen nem csak látnék benne fantáziát, de szükségesnek tartom. Ha már esetleg más lovarda vagy lovardák, azért a környékben elég sokan vannak, nem foglalkoztak még ezzel, vagy nem
nem fektettek bele energiát, akkor lehet, hogy akár mi leszünk azok, akik megtesszük az első lépéseket. Hát nyilván fel kell keresni az intézményvezetőket, fel kell ajánlani ezt a lehetőséget, aki lát benne fantáziát, utána akár a város vezetőivel tovább lehet gondolni ezt. Nagyon hasznos a gyerekek számára, én szerintem a lóval való foglalkozás. Én mindig csak azt tudom elmondani, hogy következetességre nevel, önbizalmat is tud adni a gyereknek, mindenképpen szükséges olyan önfegyelem a lovasport gyakorlása során, amit egyébként az élet más területén belül még pluszba tud kamatoztatni a gyerek. Igen, Timi, azt szeretném kérdezni, hogy kik a legfiatalabb, vagy ki a legfiatalabb tanítvány, aki megy, hogy ki jár hozzátok lovagolni? És, és a legidősebb, és a másik oldal nyilván a legidősebbre is kíváncsi lennék, hogy milyen korosztályon belül tudtok dolgozni ottként? Olyan 4-5 éves kortól, tehát akkor már az lóval való ismerkedést tehát akkor van kezdeni. Értelme elkezdeni? Igen, akkor nyilván még nem komolyabb szinten, de tehát el lehet kezdeni összeismertetni a gyereket a lóval. Minden nagy lóra mennek, vagy vannak kisebb hát lovak is? Az ilyen kicsiknek a póni lovakat szoktuk ajánlani, mert ugye azért fontos, hogy arányban legyen a ló a lovassal. Ez nem azt jelenti, hogy egy kisgyerek nem tud fölülni egy nagy lóra, vagy fordítva, de azért a kicsiknek a póni ló az ajánlatos. És tehát ilyen kisebb kortól már szoktuk kezdeni őket, többnyire csak lépésben. Ilyen különböző torna gyakorlatokat szoktunk velük csináltatni, ami a mozgás koordinációjukat javítja. Illetve hát ilyen bizalomépítés a lóval gyakorlatilag, hogy menet közben meg tudjon vele csinálni mindenféle olyan gyakorlatot, tehát nem csak ül a lovon, hanem tehát nyújtózkodik, meg mondjuk megérinti a jobb kezével a bal lábát. Tehát ez nagyon jól fejleszti az egyensúlyérzéküket egyrészt. Másrészt nagyon szokták szeretni, mert amikor segíthetnek a lovat kihozni, tehát vezetni, leápolni, kikötni, megtanuljuk, hogy kell kikötni, mert egy biztonsági csomóval kell kikötni a lovat, felszerszámozni, ezt nyilván még nem fogják tudni megcsinálni, amíg kicsik, viszont meg kell tanulniuk, hogy nem arról szól a lovaglás, hogy fölülök, meg leszállok, hanem elő kell készíteni a lovat, gondoskodni kell róla, tehát nem úgy van, hogy beállítom a sarokba, mint mondjuk egy motort, hanem vannak előkészületek, meg utána is el kell pakolni, mondjuk, hogyha meg van izzadva, akkor be kell takarni. Tehát fegyelem hozzá, hogy gyakorlatilag gondoskodjon a meg lóra. Hát, igen, tehát arra nevel egy gyerekeket, hogy gondoskodjon. Tehát ez egy élő lény, és gondoskodni kell róla. Lovardának hány lova van? Most jelen pillanatban. Jelen pillanatban 15 lovunk. Ez mind saját tulajdonú ló, vagy? Nem, vannak bértartott lovaink is. Most pillanatnyilag 5 saját tulajdonú lovunk van, az összes többi bértartott ló, tehát van gazdája, és nálunk tartja. Az beleszámolt. Az beleszámolt. Tehát most, mert van 2 halflingünk, amiket fogadba szoktunk befogni, tehát fogatozásra is van lehetőség nálunk. De egyébként még van az istállóban pillanatnyilag 5 vagy 6 hely. Tehát akkor gyakorlatilag, akinek lova van, vagy lovat szeretne vásárolni, akkor arra is van lehetőség, hogy hozzátok bevigye és bértartásban, igen, ott elhelyezze a lovakat. Nem beszéltünk még, nem tudom, melyikötök illetékes válaszolni erre, hogy ennek ugye azért mondtuk, hogy nem egy olcsó dolog, vagy nem biztos feltétlenül olcsó dolog ez a lovaglás. Hogy milyen tarifákkal dolgoztok? Tehát, hogyha valaki kedvet érez, hogy megtanuljon lovagolni, vagy a gyerekét elvigye lovagolni, az mivel kell, hogy számoljam? Hát én azt gondolom, a környező lovardákhoz képest alacsony áron dolgozunk. Nálunk akkor mondhatok konkrét árakat is. Persze, akár. Ha most ezek érvényes árak, akkor igen. Igen, tehát a bruttó havi bértartási díj az 55.000 forint. Ebben mi van benne, ha valaki lova van és oda viszi? A lovaknak a teljes ellátása benne van.
És a karatulajdonos milyen időközönként használhatja ezt a lovat? Amikor ő szeretné. De egyébként a lovarna nyitvatartási idején belül egyébként. Nyitvatartási időn kívül is lehet használni a lovakat, akkor vannak bizonyos szabályok, amiket be kell tartani. És akkor igen, ez a bértartás, de ugye nem beszéltünk még arról, hogyha valaki elkezdi a sportot, a díjlovaglással, és akkor az milyen terhet ró egy családra, gyerekre, felnőttre? Hát akkor különítsük el, tehát szóval a bértartásnál ugye ott saját lova van az illetőnek, tehát ugye ebben az 55 ezer forintban benne van a lónak a teljes ellátása, tehát takarmányozás, karámozás és a pálya használat. Állatorvos költsége is? Az nincs, tehát az állatorvos, patkolás, féreghajtás, oltás, ilyesmi, az mindig külön terheli a bértartót. És a másik, amikor valakinek nincsen saját lova, akkor van lehetősége ugye edzővel, lovas oktatáson részt venni. Ez nyilván a szinttől függ, tehát ugye a kezdő az a futószer, aztán van lehetőség osztálylovaglásra, amikor egy körbezárt karámon belül többen lovagolnak egyszerre, és különböző feladatokat hajtanak végre, és amikor már önállóan tud vágtázni a lovas benne a karámba, akkor mehet ki terepre, mert ugye ott bármikor előfordulhat, hogy megijed valamitől a ló, és hogyha ugye ő nem tud vágtázni, akkor nem fogja tudni megállítani a lovat, vagy hogyha félreugrik a ló, akkor leesik kint terepen, tehát ez azért elég veszélyes tud lenni. És nálunk pillanatnyilag most úgy van, hogy időtartamra vannak az árak, tehát fél óra bruttó 2500 forintba kerül, egy óra pedig 3500 forintba, és van lehetőség bérletvásárlására, ami 10 plusz 1 alkalmas, tehát magyarán, hogyha egyszerre kifizet 10 alkalmat a vendég, akkor a 11-et ingyen kapja abban az esetben, hogyha 6 héten belül lejárja ezt a bérletet. És hol lehet jelentkezni? Vagy hol tudnak utána járni, akiket érdekel ez a lehetőség? Van-e honlapcím, vagy valamilyen elérhetőségetek van ehhez? Igen, a Babatvölgyi Lovas Központnak van honlapja, www.babat.hu, ez az internet címünk, és azon belül a lovardát választva a kapcsolatoknál fönn vannak az oktatóinknak az elérhetősége, és náluk lehet telefonon bejelentkezni. És megtalálnak minket a Facebookon is természetesen. Babatvölgyi Lovas Központ. Igen, ez fontos most, akkor a közösségi médiát mindenképpen meg kell említeni. Azt szerettem volna kérdezni, hogy ugye a versenyzés, hogy versenyeztetés mellett, hogy a saját rendezésű versenyek, hogy események vannak-e, vagy szoktak, és évben ez kb. Hány alkalmat jelent? Igen, szoktak lenni. Most a jövő évben 3 darab szabadidőlovas versenyt tervezünk, ami hát ugye a szabadtéri versenyszezon az áprilistől októberig tart. Ezek milyen jellegű versenyek? Ezek hát szabadidőlovas verseny, ahol több kategóriában lehet indulni, tehát több szakákban, amiről már az előbb beszéltem, tehát a futószáros ülés verseny, díjlovaglás, ott is több kategória, nehézségi szint szerint, ügyességi verseny, illetve díjugratás, amikor ugye akadályokon kell teljesíteni egy pályát, annak is van több fajtája, tehát a pontgyűjtő versenyszámoktól kezdve egészen a különböző magasságokig. Gondolom, ezek nyilvános versenyek, tehát látogatók is megtekinthetik. Igen, természetesen. Tehát esetleg, akik utána ezt követően kaphatnak kedvet ahhoz, hogy majd egyszer lóhátra üljenek. Igen, tehát ezek mind ilyen, akár családi vagy közösségi eseménynek is felfoghatók ezek. Igen, mindenkit várunk szeretettel, ilyenkor szokott lenni kirakodóvásár, tehát mindenféle lovas ajándéktárgyakat, illetve lovas felszereléseket lehet vásárolni a helyszínen. Általában finom ebéddel várunk mindenkit szeretettel, illetve szoktak lenni különböző játékos vetélkedők, tombolak. Tehát a család minden tagjának gyakorlatilag családbarát. Kellemes kikapcsolódás, meg elfoglaltság. És ez mindez néhány kilométerre Gödöllőről. Hány kilométer mondjuk a városközpont és
a lovas központ közti távolság? 5-6-7? Hát a Gödöllő várostáblát elhagyjuk 60 irányába, akkor körülbelül 3 kilométerre balra van a bekötőút, és a bekötőúton néhány kilométert kell még bejönni. Ott az elején van egy sorompó, amit amikor nyilvános rendezvényeink vannak, akkor egyébként nyitva szoktunk hagyni. A lovasok, lovas szolgáltatást igénybevevő bértartók számára pedig telefonhívással tudjuk kinyitni. Értem. Azt gondolom, hogy nem múlhat el a beszélgetés, nem tudom mennyire érzékeny vagy nem érzékeny téma, de én szeretnék rákérdezni. Ugye a Gödöllőn május 1-én az elmúlt évtizedekben valahol mindig volt díjugrató verseny. Szerették az emberek, kiálltak. Igen, ez egy szép hagyomány volt. Alsó park volt, aztán utána kivitték a majálist a repülőtérre, Málna dolgozik közben. Pedig az előbb már azt hittem, hogy megnyugszik. És utána a kastélypark hátsó részében is volt. Aztán ugye a Omiknak szent területen volt az utolsó 2-3 alkalom, de igen, aztán tavaly... Igen, azt mi szerveztük. Ezért kérdezem, hogy tavaly meg tavaly előtt ezek a rendezvények már elmaradtak. Tavaly elmaradt. Tavaly előtt és az előtte legvégül. Tavaly előtt és idén maradt el, akkor szerintem ez a két év mindenképp elmaradt. És ugye nyilvánvalóan megoszlanak a vélemények, hogy kell, nem kell, zaj, nem zaj, milyen hatással van a városra, de azért inkább én azt gondolom, hogy többen keresik. Van-e arra lehetőség esetleg, vagy ti tudtak erről, hogy ez visszakerüljön a városi programba majd? Hát én azt gondolom, hogy ez egy több szereplős konszenzusnak lehet az eredménye. Az tény, hogy a legutolsó három május 1-i lovasversenyt azt az egyetem és a GAK Nonprofit Közhasznú Kft. Együtt szervezte. Azért ez egy ilyen versenynek a szervezése jelentős költséggel járt mindenki számára. Én szerintem jól sikerültek. Mindenképpen van helye egy ilyen jellegű versenynek, ilyen jellegű rendezvénynek május 1-én a városban. Ez az is mutatja, hogy amikor meglettek szervezve, akkor nagy volt az érdeklődés. Hát igen, Málna kikezdte a stúdió berendezését közben. Ezért is jó egyébként, hogyha lovagolni viszik a szülők a gyermekeket, mert ott megtanulnak fegyelmezetten viselkedni, és akkor nem lesznek olyanok az iskolában, mint amilyenek Málna most itt a stúdióban. Hát ez valószínűleg zavarja, azért ez a körülmény nem minden nap volt. Általában nem szokta zavarni semmilyen körülmény. Szimplán csak ki van pihenve, az lehet a probléma. Lehet, hogy szeret szerepelni, bár nem hiszem, hogy tudja, hogy ez most éppen arról szól. Majd kiderül. Lehet, hogy jobban jártam volna tényleg, ha cicát hozok, nem? Mert ez az embernek az ölébe belefekszik. Nem tudom. Minden esetre maradjunk annyiban, hogy tehát, gondolom le lehet szűrni ebből a válaszból, amit adtál, hogy nem vagytok ellenére, hogyha ez esetleg valaki felújítja. Nem. Az egyetem partner keres ebben a szervezésben, esetleg nem tudom, még eszközöket tudtok biztosítani hozzá. Gondolom, ez az a helyzet, hogy én szerintem azt lehetett látni, hogy elég magas színvonalon sikerült megvalósítani az előző május 1-i lovasversenyeket. Nem csak lovasverseny volt, hanem egy csomó kitöltő program is. Ezen kívül voltak kirakodó vásár. Tehát minden, a család minden tagja megtalálhatta a számítását. A helyszín az megfelelő, ha már nem az alsó park, én azt gondolom, hogy egyébként az Omék pályánál tökéletesebbet nem nagyon találhattunk volna a verseny szempontjában. Mindenképpen az egy jó minőségű pálya, foglalkozni kell vele, és azt újra lehet használni ilyen célra. Hogyha ez szóba kerül a jövő évben, mivel én részt vettem az előző versenyeknek a szervezésében is, azt gondolom, hogy biztos, nincs akadálya annak, hogy beszéljetek, és esetleg megvalósuljon. De addig is, ugye, az év minden évszakában használható a Babatvölgyi Lovasközpont, mehetnek, akik próbálkozni akarnak a lovaglással, vagy érdekli őket esetleg egy-egy verseny. Tábort is szoktunk csinálni, amit meg érdemes megemlíteni gyerekeknek a nyáron, tehát nyári szünetben, tavaszi szünetben, őszi szünetben. És ott ugye... Ezek bentlakásos táborok, vagy a napközis jellegű táborok? Hát nyáron, amikor jó idő van, akkor szoktunk csinálni bentlakásost.
Egyébként pedig, ha valakinek arra van igénye, akkor napköz is, tehát szabadon választott. És ugye ott megtanulják a gyerekek a lóval való kapcsolattartást, meg az egyéb foglalkozást, mert ott van elméleti oktatás is, a lovagláson kívül, meg mindenféle egyéb programok. Tehát hasznos, ez a lényeg. Igen. És itt szeretném megjegyezni, hogy egyébként nem csak lovastáborokat szervezünk, hanem ebben az évben megrendezésre került nálunk egy madárgyűrűző, ornitológiai és természetismereti tábor is. Ebből a szempontból Babatvölgy nagyon jó helyszín egy ilyen jellegű tábor megrendezésére is, mert amiről nem beszéltünk, a természeti adottságok a beszélgetés elején. Hát ugye ez egy Natura 2000-es természetvédelmi terület, fokozottan védett, 11 természetes tó helyezkedik el egymás mögött a völgyben. Ezeknek a tavaknak a túlnyomó része el van zárva a nyilvánosság elől, és egyébként csak egy olyan tó van, ahol nyilvánosan például horgáztatunk. Ennél fogva kiváló élőhelye a különböző védett állatfajoknak. Úgy gondolom, hogy rendkívül színes a faunája a völgynek. Ezt kihasználva próbálkoztunk madárgyűrűző tábornak a szervezésével, ami nagyon jó eredménnyel zárult. Kialakítottunk egy erre alkalmas táborhelyet a 6. és a 7. tó mellett. Egyébként nem csak erre a célra használható ez a táborhely, hanem bármilyen más táboroztatásra is. Úgyhogy nyitottak vagyunk akár arra is, hogy általános iskolák, hogyha látnak benne fantáziát, akkor tavaszi időszakban rendelkezésre tudjuk bocsájtani ezt a helyszínt. Egy szóval a Babatvölgy tulajdonképpen a lovasközpont egy igazi közösségi tér. Így van. Függetlenül attól, hogy nem csak sportolni lehet, hanem egyéb más irányú tevékenységet a természetben, a szép természetben folytatni. Köszönöm szépen mindkettőtöknek, hogy elfogadtátok a meghívást és itt jártatok. Önöknek is köszönöm szépen a figyelmet, találkozzunk egy hét múlva, viszontlátásra!